A kutya az ember legjobb barátja. Magyarországon a kutyák régen is együtt éltek és együtt dolgoztak az emberekkel. Régen a magyar pusztán állatokat tartottak. Az állatok tavasztól őszig kint voltak a pusztán, a pásztorral és a kutyákkal. Ezért sok magyar kutyafajta valamilyen pásztorkutya. Ilyen tipikus magyar fajta például a puli, a komondor, a kuvasz. Manapság nagyon népszerű fajta a vizsla, ami egy nagyon okos kutya és nagyon játékos. Amikor gyerek voltam, nekünk mindig keverék kutyáink voltak. Keverék, vagyis nem tiszta fajta kutya. Falusi lány vagyok, úgyhogy természetes volt, hogy van kutyánk. Egyszer egy testvérpár került hozzánk, két kis kutya. Az egyiket Plutónak hívtuk, a másikat Benjinek. Nagyon fantáziadús nevek, tudom. Az öcsém akkor nagyon kicsi volt, talán 6-7 éves, és szerintem ő adott nevet a kutyáknak. Benji nagyon sokáig élt, szerintem 18 évig. Ez elég hosszú idő egy kutyának. Amikor Benji már öreg volt, nagyon szeretett ásni. A kutyák általában szeretnek ásni, elássák a csontokat, a játékokat, néha a cipőket is. Benji a végén már nem csak az ennivalóját ásta el, hanem az egész edényt. Amikor másnap vittük az ennivalóját, akkor először mindig meg kellett keresni az edényt. Most nincs kutyánk, csak egy lányunk, aki 3 éves, és amikor kutyagazdákkal beszélek, mindig azt látom, hogy a kutya nevelése körülbelül ugyanaz, mint a gyereknevelés. Nagyon sok munka. Neked van kutyád? Vagy volt kutyád? Milyen fajta? Írd meg kommentben. Ha szeretnéd elolvasni a videó szövegét és a nehezebb szavakat, akkor kattints a linkre a leírásban. Szia!